A végzős óvodások már az iskolára készülnek. A napi feladatok között a felkészülést segítők is megjelennek. Ősztől ők már elhagyják az ovit, és helyükre jöhetnek a legkisebbek. Ebben a hónapban van ideje annak, hogy a szülők eleget tegyenek beiratási kötelezettségüknek. Óvodánkban a Bátaszéki mikrotérségi óvoda, bölcsöde és konyha városi óvodában a beiratás április 24-én és 25-én lesz ebben az évben. Ahogy szokott is lenni, minden nap, vagy illetve ezen a két napon 8 órától 4 óráig jöhetnek a szülők. Lehetőleg mindkét szülő jöjjön, ha egy mód van rá, valamint hozzák a beiratandó leendő óvodás kisgyereket is ezen a napon hozzánk. A beiratáshoz szükséges, hogy elhozza a szülő, ha van a kisgyereknek személyi azonosítója, akkor azt, ha nincs, akkor a születési anyakönyvi kivonatát. Továbbá szükséges még a gyermek lakcímkártyája, tajkártyája, ha esetleg külföldi a gyermek, akkor az útlevele. Továbbá, ha esetleg olyan orvosi vizsgálaton vett részt, vagy olyan orvosi eredménye van, ami fontos lehet számunkra, befolyásolja a mindennapokat. Allergia, ételérzékenység, valamint ha a hátrányos helyzettel kapcsolatban igazolása, papírja van, akkor azt is szeretnénk kérni. Jelenleg 9 csoport működik az oviban, és 225 kisgyerek tölti itt a mindennapjait. 68 tanköteles korú gyermekünk van idén. Ebből a 68 gyermekből 45 fog iskolába kerülni. Tulajdonképpen azt várjuk, hogy mind a 225 férőhelyünk be fog telni, tehát így a számok alapján 45 gyermeket várunk majd. Igazából vannak kizáró okok, bár a törvény tulajdonképpen ezzel így nem foglalkozik, de azért általában azt a gyermeket szoktuk fölvenni óvodába, aki szobatiszta. Tehát, de általában 3 éves korra már szobatiszták a gyerekek, ha véletlenül nem, akkor nyilván a szülő fog arra törekedni, hogy mire óvodába kerül, addigra megoldódik ez a probléma. Most kötelező annak a kisgyereknek óvodába jelentkezni, óvodába járni, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Tehát akkor az adott év szeptember 1-től neki kötelező óvodába járni. Ezt a kötelezettséget a szülőnek kell teljesíteni. És lehet felmentést kérni a gyermek 5 éves koráig abban az esetben, ha a védőnő, valamint az intézményvezető, vagyis én úgy látjuk, hogy a gyermek fejlődése vagy egyéb miatt az ő érdeke azt szolgálja, hogy még otthon maradjon. Ezt a felmentést, ezt a jegyző adja, tehát ő hozzá kell benyújtani a kitöltött formanyomtatványt. Ha nem Magyarországon teljesíti az óvodába járási kötelezettségét a gyerek, akkor erre a szükséges formanyomtatványt is megkaphatják az óvodában a beiratás idején. A hátránnyal élő gyerekek számára felzárkóztatási foglalkozásokat szervez az intézmény. Olyan fejlesztő foglalkozást szervezünk a gyerekeknek, ami célzottan ezekből a hátrányokból vagy hátrányból eredő esetleg valami képesség vagy készség szinten elmaradás tapasztalható. Elsősorban nekünk a 3 éves gyermekeket kötelező felvenni. Abban az esetben, ha minden 3 éves gyermeket, aki bátaszéki lakosú, vagy a tartózkodási helye Bátaszéken van. Tehát ha ezeket a 3 éves korú gyerekeket felvettük, akkor, és van még üres férőhelyünk, akkor van mód arra, hogy a 2,5 éves gyerekeket is felvegyük. Ahol pedig a bölcsödei beiratkozás lesz időszerű a családokban, tette hozzá az intézményvezető, őket is várják a beiratás ideje alatt.